kapcsolatokat az érdeklődők tudomásuk felé, és megismerni a kezdetekötött élet száját, megismerni a legfőbb Az újraélesztést gyakorolják a fiatalok, készülnek a kutatók éjszakájára. 2005 óta ugyanis a szeptember vége erről a programról szól a felsőoktatási intézményekben. Idén több mint 2000 program várja az érdeklődőket országszerte, mintegy 200 helyszínen, köztük Nyíregyházán is. Idén 15. alkalommal a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara is csatlakozott az országos rendezvényhez. Az érdeklődőket itt Nyíregyházán várjuk elsősorban a kutatók éjszakája programmal kapcsolatosan. Mindemellett azért tudni kell, hogy az egészségtudományi karnak van egy debreceni és egy szolnoki telephelye is, tehát igazából 14 programot kínálunk az érdeklődőknek, ebből a 14 programból 8 az, ami Nyíregyházán valósul meg. A programok igen széles körűek, igazából maga a tematika az felöleli az egészségtudományi karnak az oktatási repertoárjához képzéséhez kapcsolódó minden egyes területet, tehát a mentőtiszt hallgatók bemutatóját láthatják majd az érdeklődők, a védőnő képzéshez kapcsolódóan a teljes szülőélményről tájékozódhatnak a diákok, de lesz itt a digitális technológiával, az egészségügyi informatikával kapcsolatos előadás is. A hangyatartás feltételeit bemutató előadásra és a hozzá kapcsolódó hangyafarm készítő foglalkozásra például szinte azonnal beteltek a helyek, már csak a várólistára lehet feliratkozni. A természettudományi előadások mellett nagy hangsúlyt fektetnek a társadalomtudományokra is. Egyetemistáknak és felnőtteknek szóló előadás keretében például arról is szó lesz, a robotok hogyan segíthetik az idősek ellátását, vagy hogy a digitális technológia hogyan áll a szociális munkában dolgozók szolgálatába. Sőt, olyan program is lesz, amelyre a laikusoknak érdemes ellátogatni. Mi személy szerint a mentőtiszt szakmát fogjuk bemutatni, annak a hivatásnak a szépségeit is, természetesen adott esetben a nehézségeit is, de van egy másik célja is, az pedig a laikus első segélynyújtás oktatása, bemutatása, hiszen a különböző kutatások már bemutatták és bebizonyították, hogy az időben megkezdett újraélesztésnek mekkora jelentősége van, és valóban életet is menthet. Ennek a programnak pont ez a címe, hogy Hallgatók az életért, és valamilyen módon így kapcsolódunk is ehhez a programhoz, illetve ehhez a célunkhoz. A kutatók éjszakájára tehát nem csak azokat a határozott célokkal rendelkező, leendő hallgatókat várják, akik a tudományos műhely munkák iránt érdeklődnek, hanem a még hezitáló fiatalokat is. A rendezvény nem titkolt célja az utánpótlás nevelés, hogy minél többen válasszanak maguknak egészségtudományi hivatást.